25. alkalommal került megrendezésre a Felvidéki Magyar Bál. Milyen indítatásból szervezték meg az első alkalommal? Végtelenül prózai történet. 30 évvel ezelőtt, mikor elkezdtük szervezni, egy Mecsiar szlót a kormányból hatalmon, és végtelen nagy elnyomásban volt a felvidéki magyarság abban az időben, és úgy gondoltuk, hogy dacolunk egyet, és megmutatjuk nekik, hogy mi itt otthon vagyunk. És ilyen apropóból született, de álmomban nem gondoltam volna, hogy még 25 év múlva is van létjogosultsága egy ilyen rendezvénynek, amely a nemzet összetartozását jelképezi, hisz itt ma is a Kárpát-medence minden széléből vannak vendégeink, barátaink, akikkel évről évre itt össze tudunk jönni, és végtelen nagy örömmel tölt el az, hogy itt találkozunk, viszont az, hogy még mindig olyan dolgokért küzdünk, amit már máshol természetesnek vesznek, hogy egy nemzet otthon érezze magát, ez azért egy kicsit szomorú tény, de hát voltunk, vagyunk és leszünk, és ebben a hitben szeretnénk tovább folytatni, ha jó Isten kell, a fennebb való ad hozzá erőt, egészséget. Mi önöknek a legnagyobb visszaigazolás, mivel hogy pillanatokkal ezelőtt egész megható perceknek lehettünk szemtanúi? A visszaigazolás az, hogy évről évre a vendégsereg 70-80%-a törzs vendég. A többi az cserélődik, de már novembertől kérdezgetik, mikor lesz, dátumot. Próbálunk ebből a rendezvényből nem csak egy sima bált, egy igazi nemzeti összetartozást, egy lélekmelegítő rendezvényt szerettünk volna. Ezért is idén sikerült a Szent Korona hiteles másolatát elhozni, mégis jubileumi bál, emelte az est fényét, gondolom, sok mindenkiben könnyeket csalt elő, és hát a műsort is úgy igyekeztünk, hogy érezzük, hogy egy nemzet vagyunk, és már próbáljuk meg feledni, hogy sírunk, próbáljuk meg egy nemzetben gondolkozni. Felejtsük el a határokat, a Kárpát-medence magyar nép hazája, és mi szeretnénk itt otthon érezni magunkat. Ez az egyetlen cél, ami előre visz ebben, és ez ad erőt, hogy újra és újra megszervezzük ezt a bált. Ez az egy célunk van, hogy érezzük magunkat otthon, itthon. Hogy érzi ma este itt magát, és miért tartja fontosnak, hogy az ilyen rendezvények megvalósuljanak? Nagyon kellemes, és nagyon fontosnak tartom, hogy a nemzetrészek, Felvidék, Erdély, Kárpátalja, Délvidék és az anyaország magyarsága minél többet találkozzon, hogy érezzük, hogy egy nemzet vagyunk, a határok nem választanak el, összetartozunk, és mi vagyunk a magyarság. Ön szerint milyen kihívások előtt áll a Kárpát-medencei magyarság, a közel és a távoli jövőt illetően? A legnagyobb gond, hogy fogyunk sajnos a Felvidéken is, 460 ezerre csökkent a magukat magyarnak valók aránya, Erdélyben is 1 millió fölött vagyunk csak, és a délvidéki kárpátai adatok is megdöbbentőek, de ne felejtsük el, hogy az anyaországban is 10,5 millióról 9,5 millióra csökkent a magyarok aránya, tehát ezt valahogy meg kell változtatni, mert ha nem sikerül, akkor elfogyunk, márpedig Szent István ezt az országot, ezt a nemzetet megalapította, és az a feladatunk, hogy még 1000 év múlva is az őseink akaratának megfelelően az utódaink itt éljenek a Kárpát-medencében, megmaradjunk magyarnak. Külhonban mit tudunk tenni a fogyatkozás ellen? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a magyarság érzést a gyermekeinkben az oktatással, a hagyományok átadásával életben tartsuk, és hogyha valaki a nemzeti szellemet, a nemzeti önbecsülést megérzi, akkor ő magyar marad haláláig, és ez a mi küldetésünk. Immáron 9. alkalommal veszünk részt ezen a bálon, és mindig nagyon jó érzés, hogy ide jövünk, hiszen itt együtt ünnepelhetünk a felvidéki magyarokkal,
ez óriási töltetet ad a következő évekre, és én úgy gondolom, hogy ezeket a hagyományokat mindig évről évre meg kell újítani, és bízom benne, hogyha mi már nem leszünk, akkor is az a bál 40-50 év múlva megint itt lesz, és mindenki boldog lesz, és az a lényeg, hogy az összetartozást erősítsük, ezt az élményt erősítsük, mert ez ad a mindennapjainkban erőt. Mi az, ami miatt ti már 9. alkalommal visszajáró vendégei vagytok ennek a bálnak, és előbb láthattuk, hogy egy ajándékkal is megleptétek a szervezőket. Igen, ez a 20. magyar bál, és úgy gondoltuk, hogy a szervezőknek kedveskedünk mi is egy szintén csak baráti, de ugyanakkor mindenki által összehozható, és azt mondtuk, hogy ha ők így eddig így csinálták, akkor reméljük, hogy folytatni is fogják nekünk, és itt leszünk ezen túl, és reméljük, hogy velük együtt minél tovább itt lehetünk. Hogy látjátok, mi a jelentősége az ilyen rendezvényeknek? Hát én szerintem a mai világban azt kell nekünk közvetíteni idősebb generációknak, mert nekünk is vannak gyerekeink, mert azt látja az ember, hogy most már nagyon egysíkúvá vált a világ. Bejöttek ezek a technikai eszközök, mindenki nyomkodja a telefonját, és én úgy gondolom, nekünk az a legfontosabb dolgunk a következő generációk, hogy ezeket az értékeket átadjuk. Átadjuk úgy, hogy elviszük őket kiállításra, hogy elviszük őket egy olyan színházi előadásra, ami fontos, és fontosak ezek a bálok is, mert ez adnak nekünk gyökereket. És ezt kell nekünk is továbbadni, mert ha ezeket nem fogjuk csinálni, akkor el fogunk fegyülni a nagyvilágba. Tehát fontos az, hogy a nemzeti tudat, az a legfontosabb, én úgy gondolom, az, hogy magyarok vagyunk, hogy összetartozunk határon belül és határon kívül is, és ez a legfontosabb küldetés ezek között a keretek között. Kampány időszak van, ez neked elég stresszes időszak, ám mégis találtatok alkalmat arra, hogy együtt legyetek és kikapcsolódjatok. Hogy érzitek magatokat ma? Hát a karsági időszak azért a szórakozásról is szól, és örülök neki, hogy itt lehetek ilyen jó kis társasággal, és valóban szeretnénk kihasználni ezt a lehetőséget arra, hogy egy kicsit szórakozzunk, kikapcsolódjunk, de természetesen ez nem zárja ki azt, hogy újult erővel aztán neki fogjunk és folytassuk a kampányt. Szilvia, nemrég beszéltem a pároddal, és azt mondta, hogy teljes mellszélességgel mellett állsz a kampányban. Hogy érzed magad itt ezen az estén, és ebben az időszakban? Nagyon jól érezzük magunkat, és nagyon örülök, hogy ebben a pörgős időszakban is vannak ilyen bálok, főleg ez a 25. felvidéki magyar bál. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljuthattunk ide, köszönjük a meghívást, és nagy öröm számunkra, hogy legalább így ezen a bálon is együtt tudjuk tölteni az időt, és egy kicsit szórakozni. Milyen kihívás ez most a családotoknak, ez az időszak? Nagyon fontos időszak. Igyekszünk úgy megszervezni, hogy a családi életünk ne szenvedjen semmiben hiányt, és természetesen Krisztián mögött állunk. Én nagyon örülök neki, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, és természetesen köszönöm Szilviának, hogy mellettem áll, ez nagyon fontos számomra. Az aláírásgyűjtés is nagyon jól alakult, összejöttek az aláírások, 26-án tervezzük leadni őket, ugye nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki aláírásával támogatott, segített, és köszönöm szépen a sok biztató szót. Protokollszerű ceremóniát láttunk itt, amikor behozták a magyar királyi korona másolatát. Mi mindent kell betartaniuk ilyenkor? Hát az alapvető illemszabályokat, ami a Szent Korona őrzése körül kialakult, pontosan 560 éve, mert 560 éve alakították meg a koronaőri tisztséget Magyarországon, és azóta működik a koronaőr fegyveres testület gyakorlatilag. Ezt az egyenruhát, amit most láttak rajtunk a kedves meghívottak,
Ezt 1906-ban rendszeresítették, és azóta a magyar királyi koronaőrség dísz egyenruhája. Hogy látja, milyen a magyar emberek viszonya a magyar királyi koronához? Más esetleg külhonban, mint az anyaországban? Hát ez furcsa és jó kérdés. Itt a Felvidéken például nem olyan drasztikus a hatás, mert teljesen más történelmi hagyományok vannak, vagy történelmi helyzetek voltak, mint Erdélyben például. De az Egyesületnek van egy Haza üzenete című programja, és többek között ez a rendezvény is beleillik ebbe. Járjuk a Felvidéket, évente kétszer jövünk el, Erdélybe is kétszer megyünk, voltunk Kárpátalján is, ameddig a politikai helyzet engedte, de érdekes módon az Őrvidéken, tehát Ausztriában a legerősebb a vonzalom, amikor megjelenünk. Itt egy kicsit tájidegenek vagyunk, meg kell szokniuk, hogy ehhez a erekéhez ez a körítés való, és majd egy idővel biztos, hogy átveszik. Úgy szoktam mondani, hogy az amerikaiaknak a szabadságszobor, a franciáknak az Eiffel-torony, a zsidóknak a siratófa, nekünk a Szent Korona, az összetartó erő, ami északon, délen, keleten és nyugaton ugyanazt kell, hogy jelentse a magyarság számára az összetartó erőnek a központját. Azt a társaságot képviseli, amely a szívén viseli a Kárpát-medencei magyarság sorsát. Hogy látja, milyen kondícióban van most a Kárpát-medencei magyarság? Felvidéken vagyunk, Libádon, a Felvidéki Magyar Bálban, és én jó hírekről szeretnék beszámolni. A jó hír pedig az, hogy épp a napokban számoltuk össze a szlovák statisztikai hivatal alapján azt, hogy hányan is vagyunk az első osztályokban itt a Felvidéken. És egy döbbenetes eredményre jutottunk. Utoljára 2006-ban volt annyi magyar első is a Felvidéken, mint 2023. szeptemberében. És én azt gondolom, hogy minden nehézség és minden kudarc ellenére ez egy olyan pozitív hír, amiben érdemes belekapaszkodnia mindenkinek, hiszen akkor, amikor a szülők iskoláról döntenek, akkor a jövőjükről, a gyermekükről döntenek. És ha minél többen a magyar iskolát válasszák, már pedig ez így van, akkor az azt jelenti, hogy itt a Felvidéken a szülők igenis hisznek a magyar jövőbe. És én azt gondolom, hogy ezt a jó hírt érdemes valamennyünknek megragadni, erről beszélni, továbbadni, hiszen most újra majd iskolaválasztásra kerül sor. És hát olyan megmérettetésekre itt a Felvidéken, amelyekhez azt gondolom, hogy hitre és reményre van szükség. És a szülők azok jó példát mutatnak, és azt gondolom, hogy ebbe érdemes valamennyünknek belekapaszkodni, és ezt továbbítani és követni. Ez abszolút sikernek könyvelhető el. Minek tudható be ez a siker? Én azt gondolom, hogy ez egy óriási összefogásnak az eredmény, amiben ott vannak természetesen első számú döntőként, felelősként a szülők, a családok. De ott vannak az óvónők, a tanítónők, ott van a média, ott vannak a házi orvosok, a lelkészek, a papok, az önkormányzatok, a hétköznapi emberek. Ott van a magyarországi társadalom, a magyar kormány és minden olyan támogatás, ami abba az irányba hat, hogy nekünk itt magyarként össze kell kapaszkodnunk és meg kell maradnunk. És én azt gondolom, hogy ez a régóta tartó összefogás ebben a témában meghozza a gyümölcseit, ami most már számszerűen is látható. Már a tavalyi év is egy kiemelkedő év volt itt az elmúlt évek viszonylatában, viszont az idei eredmények, az idei iskola évnek az eredményei az azt gondolom, hogy egy nagyon fontos visszacsatolás, és egy optimista remény arra, hogy van hova, honnét elrugaszkodni a Felvidéken, van honnét a 2024-es évnek is neki tekinteni, és csak meg lehet köszönni azoknak a családoknak, azoknak a szülőknek ezt a döntését, akik felelősen és jól döntöttek.